Biztos ismerik hallgatóink Stiller Tamást, több műsort készítettünk már együtt, egészségügyi magazin műsorban. Most teljesen más témakörben fogunk beszélgetni, az úgynevezett Ovikert programról. Nem tudom, hogy mennyien tudják, hogy ez a program, ez a kezdeményezés is a te kapcsolódik. Mikor és milyen céllal indult útjára ez a program? 2012. májusában indult el az Ovikert program. Ezt megelőzően volt egy ilyen országjáró túránk, amikor egyébként egy főzőműsort vettünk föl, egy ilyen házi készítésűt. Közben-közben már úgy felfelcsillant az a gondolat, hogy valahogy a kertészkedéssel kellene esetleg még így foglalkozni jobban, mert én is akkor kezdtem el a saját kis háztáimat nevelgetni, abból főzni, tehát ő, már így próbálgattam azt a kis örökséget, amit ő, kaptam nagyanyáméktól, hogy vol, van végig is egy ilyen száz négyzetméternyi terület, amivel azért valamit kéne kezdeni, mert tényleg az ez egy fontos dolog lenne, hogy hogy legyen ő, valamilyen kis házig konyhakertünk, és ahogy jártam az országot, azért láttam nem kevés házat is, és megállapítottam, hogy nagyon eltűnt a háznál, tehát egyáltalán nem foglalkoznak már az emberek vele. Nyilvánvalóan ez a mondjuk az, hogy elkényelmesedett fogyasztói társadalomnak az egyik ilyen hátulütője, hogy ha egyszer egyszerben van a bolba, egyszerűbb levenni a polcról, most reggel kimenni, egy picit kapálni, vagy nyomogatni, vagy ne talán hétvégén ezzel foglalkozni, az már, az már nem fér bele a mai ember életvitelébe. Ezen is próbáljunk meg valamit mozdítani, illetve a másik, hogy még akkor azt vettem észre, hogy még azért az agrárium eléggé kis cipőben van, tehát nem, nem, nagyon mozdulnak, mert tehát egyszerűen az, hogy az ember kimegy az a főútra, vagy az autópályára, és jobbra bal oldalra sz szétnéz, akkor nem lát egy traktort se, nem lát embereket se dolgozni a földeken. Most már ez máshogy van, most azért erre többet látni. Én azt gondoltam, és utána elkezdtem egy ilyen víziót lefuttatni azokra az emberek, akikkel én ott találkoztam, hogy Gondoljuk végig azt, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt milyen mezőgazdasága volt ennek az országnak, vagy milyen volt a háztáigazdálkodás ennek az országnak, és most milyen, és hogyha teszem azt, ehhez megint 30 év kell, hogy ez visszajön arra a rendre, itt most minden politika nélkül. Tehát ez most nem arról szól, hanem csak egyszerűen arról, hogy van egy olyan természeti kincsünk, mint ez a jó magyar föld, és egyszerűen ott van a józan paraszti ész hogy legyen otthon kertünk, hiszen a legegyszerűbb és a legbiztonságosabb élelmiszer tudjuk előállítani otthon, főleg amilyen allergén a mai nemzedék, akkor ki lenne az a személy, aki, aki ezt alapértelmezetnek tekinti, hogy igenis a földbe legyen zöldség arra való a föld, nem arra, hogy ráfeküdjünk. Hát ez az óvodás. Tehát vele lehet ezt megtanítani, vele őt lehet arra rászoktatni, hogy minden olyan plusz infó nélkül, hogy most hogy határozottan most nevel, kinevelnénk egy olyan generációt, aki csak a, a földben, mint zöldség vagy élelmiszer lehetőséget látja, és semmi más. Csak annyi, hogy legalább tudja azt a tényleg, hogy honnan származik a zöldség, meg a gyümölcs. Erről már beszéltünk régebben is, hogy azért vannak komolyabb problémák ezzel kapcsolatban, hogy az óvodások nyilvánvalóan hát nem ezzel kezdik valószínűleg a, a, a beszélgetést a szülők, hogy akkor megfogják a kezét és elviszik a boltba, hogy amúgy ez nem itt terem, hanem ennek van helye, hát de azt majd egyszer megmutatjuk. Én meg azon dolgozom, hogy igenis az óvodások, azok, azok megtanulják, hogy honnan származik a zöldség. Tényleg ekkora probléma a zöldségeknek az ismerete, a termesztés módjának az ismerete? Beköltöznek vidékről, nem csak most, már régebben, több tíz évvel ezelőtt elkezdtek beköltözni városra, mert könnyebb a megélhetés, jobb munka lehetőségek vannak, igen, alá lehet írni. Nincs lehetőség kiskertre? Igen, mert a városban nincsenek kiskertek. Ugyanakkor vannak balkonok, vannak teraszok, vannak cserepek, van virágföld, és vannak olyan nemesített zöldségfajták, amelyeket ugye balkonládában is lehet megfelelőképpen nevelni, és friss zöldséget tehetünk az asztalra. Viszont a gyerekek tényleg ennyire nem ismerik már, hogy hogyan kerül az a zöldség az asztalra? Mert ugye vicc az, hogy a tehén lila. Igen, a csirkét pedig fólia borítja. Igen, komoly a probléma. Igen. Tehát eu, már így négy év után azt mondom, hogy már kezd egy kicsit átalakulni azért, és jobban képbe vannak bizonyos dolgokkal, hiszen eu, én már gyakorlatilag a több óvodást végigkísértem úgy ezzel az egész program, hogy van, akit én fel is ismerek, hogy akkor tavaly mi találkoztunk, emlékszel rá, és akkor így, hát így a bácsit még nem teljesen tudják hova de én ugye az azért arcra azért, azért egy-két óvodást megismerek, és van, amikor szoktam is vele így beszélgetni, hogy tavaly milyen volt, és most idén milyen volt, és hát mennyire várja, meg mennyire jó lesz ez. Igen, tehát egyrészt ugye a palánta még virág, tehát kérdezik azt, hogy mit csináltunk. Hát ültettünk virágot, hát nem virágot, csak ugye úgy hívja, mert azzal találkozik a legtöbbet. Ha nem, ugye palántát, és akkor, hogy meg, hogy milyen zöldségeket ismernek, és akkor elkezdik sorolni, hogy paradicsom, paprika, meg, és akkor, és akkor kicsit van egy nagy szünet, és akkor hát van az a lila, és akkor pa, 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 és akkor elkezdjük őket ugye rávezetni, meg van azon nagyon nagy zöld, ilyen zöldes fehér, ami a főzelék, és akkor hú, a főzelék az már megint egy nem jó szó szóval a főzelék, akkor az nem úgy kell mondani, akkor tébetű, és akkor ilyen nagy tök, és akkor nagy felkiáltásra megy. Tehát szóval ilyen rávezetés, és akkor így na, na, eljutunk ilyen négy-öt féle zöldségig, amit így össze tudtunk így kaparászni így a barkóba alatt. Igen, tehát azért mondom, még vannak ezzel pici pici problémák, de, de az a, nyilván az a cél, hogy az hosszú távon ez szépen kicsiszolódjon, és azon kívül, hogy tudja, hogy milyen zöldségek vannak, még akár azt is meg tudjuk tanítani nekik, hogy, hogy mit, mikor kell esetleg mondjuk fogyasztani, mert nyilván nem kell megvárni, mert ez egyébként felnőtt tekre is jellemző, hogy nem tudják a szezonalitásokat. Ez egy másik probléma egyébként, amit, amit a Lovikert program megpróbálna egy kicsikét kicsiszolni vagy helyreigazítani a felnőttek agyában, hogy mit, mikor érdemes fogyasztani, mert nyilván akkor élik, akkor kell leszedni, nem azt, hogy bemegyek a legközelebbi hipermarketbe, és kényem kedvemre, azt veszek le a polsz, amit akarok. Nem. Tehát ez, ez, nagyon fontos dolog lenne, hogy, hogy egy kicsit így a természettel is együtt az ember, és az egy egészséges táplálkozásnak szerintem nagyon jó alap hogyha követjük a a természet üzeneteit. Egy országosan egyedülálló kezdeményezésről, programról van szó, mikor először felvetetted ezt a dolgot. Főző műsorok levezetése révén azért kellő kapcsolatrendszert tudták kialakítani. Hogyan sikerült támogatókat találnod? Olyan embereket, akik, akik melléd álltak, és tovább tudták vinni a nevükkel, a kapcsolataikkal ezt az egész programot. Mit Nagyon szóltak nézze. hozzá egyáltalán, amikor felvázoltad, hogy te ilyenben gondolkodsz? ezt kicsit szétválasztanám, mert van egy réteg, ami ugye egy kicsit a vezetés felé néznénk, konkrétan a kormány felé, a másik pedig az nyilván az én környezetemben élők vagy dolgozók, vagy együttműködő partnerek. Az Oviker programnak nem titok, hogy a Katus Attila az arca. Mi együtt dolgozunk már két és fél éve. Előkészületben van ugye az ő saját termékcsaláda, én ezt tesztelem, mint séf, és nyilván itt majd próbálunk egy szakácskönyvet is összehozni majd karácsonyra, még ez majd íródik. Ő abszolút mértékben támogatja, hiszen nyilván a, a, a gyermekkori mozgáskoordinációs problémák meg az egészséges táplálkozása számára is fontos, tehát lehet, hogy majd a későbbiekben az Attila úgy kapcsolódik be az OVK programba, hogy inkább ez a mozgásos dolgok, hiszen nagyon sok ilyen jelgi probléma van, hogy még kitolt pocakkal jönnek, mennek a gyerekek, tehát hogy nem annyira, nem annyira, figyelnek még erre a dologra oda, hiszen hát most nem is erről van szó, hogy ilyen, mint egy ilyen, töketes tökéletes katonákat neveljünk, tehát nem, nem ez a dolog lényege, de valamilyen szinten nem árt, ha azért oda figyelünk arra, hogy kiderüljön egy-két ilyen torna alatt, hogy hát esetleg mondjuk egyensúlyzavarok, vagy bármilyen jellegű problémák vannak céges vonalon, ha úgy nézzük, semmi egyelőre, tehát nagyon a marketinget, nagyon inkább a népszerűsítési lehetőséget keresik, a reklám lehetőséget keresik magukban a cégek, ami nyilvánvalóan elvárható, hiszen ha már adnak, akkor, akkor legyen hozzá ilyen jellegű felület is. Én ezeket nem tudom teljes mértékben garantálni, hiszen hogyha teszem azt, a TV felvételre kerül sor, és azt mondja a az szerkesztő, hogy az ott nem lehet kint, mert ez, ez direkt reklám, akkor azt egyszerűen meg kell szüntetni. Tehát az, hogy most a magán az Ovikernek a weboldalán, vagy a Facebook oldalán megjelenik, mint támogató, és ott ott hirdetjük, hogy, hogy együtt dolgozunk, az, az megint egy másik dolog. Tehát én azt mondom, hogy ez egy társadalmi felelősségvállalás szempontjából Többeknek ez lehet egy jó pont, akár különböző PR munkát is végezhetnek ezzel, de nagyon nagy eredményeket, vagy újabb, nem tudom, egymilliós eladást ezzel nem lehet produkálni, hiszen ez nem is erről szól. Ennek van egy, nem, egy, egy küldetése, egy célja, amit x éven belül létre kell hozni. A felső, legfelsőbb rétegben egyelőre még, még nem látják ennek a fontosságát. Évelein volt, ezzel kapcsolatosan nem egy tárgyalásom, és hát sajnos elutasító volt szó szerint, úgyhogy még én azt mondom, hogy ez még nincs lefutva, tehát lehet, hogy kirútak az ajtón, bemászom az ablakon, és meglátjuk, hogy, hogy igenis felkapcsolom a világosságot a fejükben, hogy, hogy erre mekkora, mekkora, szükség van. Itt említetted azt, hogy milyen, milyen részei vannak egy családi háznak, és gondoljunk bele abba, hogy a mai tervezett családi házakban nincsen betervezett például spájz. Tehát kihagytuk ezt a helységet teljes mértékben már az építkezésből. Valaki épít egy házat, akkor ez, ez olyan, hogy lesz egy helység, mondjuk nevezzük kamrának, ami korán azt a feladatot látja el, mint ahogy azt mondjuk az erődeink csinálták, hogy meg volt, hogy hol van a háznak valóban a leghidegebb része, és azt nevezték kis sőt, nem is akármilyen és pálcának. Úgyhogy ö, teljes műtékben eltávolodtunk el, ettől a nevezük azt, hogy életmódnak, vagy nem is tudom, vagy, vagy alapoknak, ami, ami egyébként fontos lenne, hiszen ö, nagyon sok mindent ö, megoldanánk. Tehát itt volt egy, egy közétkezetési fórum, ahol előadást tartottam ott a népszerűsítés kapcsán, de volt ott egy, egy orvos, és mondta, hogy nagyjából 150 féle allergén megbetegedés van az országban, amit élelmiszer okoz. Most, hogyha egyszer ennyire nem biztonságos az az élelmiszer, amit mi megvásárolunk, akkor, akkor miért nem csináljuk meg magunk? Most nem azt mondom, hogy kezdjünk el uh, tyúkot disznót nevelni a, a, a házban, mert lehet, hogy a szomszéd nem tolerálású, nekünk a kultúránkkal is baj van ezzel, mert uh, valamiért muszáj, hogy az a, az, a, a, az a jószág az egyfolytában a sajátja őrjékébe feküdjön. Németországba, vagy pedig Ausztriába kimész, ott észre sem veszed hogy hol van. Egyszerűen sokkal tisztábban és kultúráltabban tartják a jó jószágokat, mint idehaza. A zöldség az pedig egy tök egyszerű dolog lenne, mert az ember, ha van egy földje, megvizsgálhatja, ha nem is kell csak látja, hogy mégis milyen, a, milyen az állapota, lehet javítani rajta a különböző szerves trágyákkal, ezek nem kerülnek olyan hatalmas pénzbe egyébként, és hogyha belegondolunk egy olyan 60-70 vagy akár 80 négyzetméteres területből, azért úgy elég szépen lehet termelni zöldséget, hogy, hogy azt mondjuk, hogy már nem kell megvenni az 1500 forintos spanyol paradicsomot, amiről még rá nem is tudjuk, hogy mi az. Mert volt már ezzel kapcsolatban egy rablatólmi vizsgálat, de akár egy egyszerű érzékszerű vizsgálatot is be tud bizonyítani az ember, megveszi a spanyol paradicsomot mondjuk szezon végén, legyen október. Beteszi a hűtőbe, és februári meg sem mozdul. Úgy van egybe, ahogy, ahogy megvette. Miből van az a paradicsom? Négy hónapon vagy öt hónapon keresztül ugyanolyan kerek, ugyanolyan színű, mintha nem történt volna semmi, mintha kikapcsolták volna benne a, a, gombot. Tehát egy, egy házi paradicsom, ezt nem tud megtenni. Ott azt az akkor, akkor gyerekem valamit csinál belőle, mert vagy megeszed, vagy akkor megy gyúznak, vagy nem tudom, mit csinálsz belőle, de azt nem lehet, nem lehet hagyni. Nem lehet, nem lehet. A kertnek a méretével teljes mértékben egyet tudok érteni. Ugye saját tapasztalatomból, nekem sincsen túl nagy konyha kertem, de az elég ahhoz, hogy a családot friss zöldséggel ellássa egész nyár folyamán, sőt, még késő ősszel is tudok kiszedni belőle, és tényleg a gyökereknél kell megragadni a dolgot, hiszen a gyerekek ránevelése a legfontosabb. Hogyan érhetjük el, hogy a következő generáció több friss zöldséget, gyümölcsönt fogyasszon, azzal, hogyha ráneveljük őket, hogy megtanulják termeszteni, elültetni a palántát, és úgy egyáltalán miből lesz az, hogy nem a ládában terem a zöldséges boltban. Igen. A zöldség. Létrehoztál egy alapítványt is a cél érdekében, és már azért érkeztek valami fajta állami támogatás, vagy legalábbis önkormányzati támogatás most. Így van, a heves megyei közgyűléssel sikerült létrehozni egy olyan együttműködést, hogy a legelső terv ugye az volt, hogy palántát, kerti szerszámokat és szerves trágyát tudjunk adni az óvodáknak. Ez most ez a támogatásra sikerült az el, korábbi években nem, hogy azt hozzá kell tenni ehhez a történethez, hogy én ezt a saját pénzemű finanszíroztam idáig. Tehát ehhez nem volt semmilyen jellegű támogatás. Az első évben volt annyi, hogy egy, egy másik kerti cége, együttműködve kaptunk szervestrányát, de az utána abban is maradt pont az előbbi okok miatt, ugye, hogy nem volt benne kellő marketing fröccs. És most idén végre sikerült. Kicsit lassan és nehezen jött össze ez az egész idei szezon, és a végére pedig egy, tényleg ilyen egy hét alatt megoldódott minden, mert, mert ugye annyi ígéret volt, és annyi egyeztetés volt, annyi nagy asztalnál ültünk, hogy mindenhol azt mondták, hogy igen, akkor jó, és ez mennyire nagy dolog, és akkor puf, jó hátba vágtak hátul, hogy hajrá kisfiam, hogy a végén nem bőle semmi, és akkor ott voltam két héttel fagyos szentek előtt, hogy hát most akkor most mi lesz? Akkor megint marad a jó öreg farzsáb. El is ment a kedvem egy picit a dologtól, hogy jó, akkor nem lesz. Ennyi, akkor most pihentetjük ezt ebben az évben. Aztán, aztán gondoltam, vagy aludtam rá egyet, és azt mondtam, hogy nem, akkor mégiscsak megcsináljuk, valahogy összehozzuk. Akkor sikerült összehozni egy találkozót a, a Szabó Robert úrral, megbeszéltük, és, és azt mondta, hogy, hogy hagyj menjen. Úgyhogy most ezúton is köszönöm szépen még egyszer nekik. Nyilván próbáljuk ugye kihozni a lehető legtöbbet ebből a idei 12 avodából, plusz 4 Dunakeszin. Úgyhogy végül is nem lettünk kisebbek, annyiban lettünk kisebbek, hogy azok az óvodák, ahol egyébként is hatalmas területek vannak, tehát ilyen 4 500 négyzetméterekről beszélgetünk, ott ez ilyen csepp a tengerben lett volna, mert ugye mi nagyjából 40 négyzetméter mi területre vagyunk bekorlátozva ahhoz, hogy tudjuk tartani azt a palánta igényt, ami, ami szerintem még ezen a szinten teljes mértékben releváns, tehát nem kell nekünk hatalmas kertetben gondolkodni, mert még azt hiszik, hogy gyerekeket itt dolgoztatjuk, ahelyett, hogy mászókázna, hanem tényleg meglegyen az élmény, és általában egyébként a szobodák tartják is. Tehát volt olyan gyerekező, elküldte, hogy neki mekkora hatalmas kertje van, aztán kiderült, hogy azért van olyan hatalmas kertje, mert egyébként régen ott volt a technikum, és akkor oda kiálltak egyébként az általános iskolából. Ez volt az akkori technika óra, hogy az zöldségesbe jártak, és ugye ment a kötözgetés, metszegetés, ezt tanulták konkrétan, nem azt, hogy hogy kell össze, össze két fadarabot, mert azt legfeljebb az apjától vagy a nagyanyjától megtanulja. Bár egyébként még ez az eszköz használati kérdés is olyan, hogy voltak ilyen tapasztalatok, hogy még ezzel is azért vannak gondok. Tehát, hogy nem gondoljuk azt, hogy egy óvodás gyereknek azt kell megtanítani, hogy hogyan kell ásni, hogy hogyan kell kapálni. Vagy egyáltalán ismerje föl, hogy az egy ásó mondjuk ilyen problémák is vannak, hogy így mond, fogta a kezébe, és hogy, hogy ez mire való. Hát mondom, ezzel ásunk ködröt a, a palántának, és akkor utána mutattam, hogy bedugod, megfordítod, és akkor tehát meg kell tanítani, és mi tanítottunk meg gyerekeket gerevézni, mert nem tudták, hogyan kell, és akkor kérdeztük, hogy, 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 miért nem. Hát mert eddig nem mondták. És akkor most már fogsz mondjuk segíteni a majd nagypapának, nagymamának, majd hát most már fog segíteni, mert most már megtanulta, hogyan kell gerevézni. Tehát, hogy lehet, hogy ez, ma én is úgy gondolom, hogy ezzel még nem nagyon kell foglalkozni, bár ez nem így lesz, tehát nem azt mondom, hogy a biciklizés után az ásó lesz az első, amit megtanítok a gyerkőcnek. Ez is mutatja azt, hogy mennyire kimaradtak ezek a dolgok, hiszen egyszerűen nem gondolunk arra, hogy, hogy ez, ez, ez is része lehet mondjuk egy nevelésnek. Eddig beszéltünk a nagyon csúnya felnőttes dolgokról, de ez a műsor alapvetően ugye gyerekekről szól, felnőtteknek, meg maga a kezdeményezés is a gyerekekért van, a következő nemzedékért van. Milyen volt az első találkozás? a gyerekekkel. Milyen volt az első fogadtatása az óvodában a programnak? Milyen volt az első ültetés? Hány óvodában ültettetek először? Ugye három év távlatáról beszélünk. Igen. És, és most idén milyen volt ez, a, ez az újabb ültetés? Az első évben tíz óvodánk volt. Anya, anya jelenkeztek, csak egyszerűen egy felhívást tettem ki, hogy hát, ha valakit ez érdekel, mert nem is gondoltam, hogy ebbe, ebbe bármilyen, tényleg rajtam kívül bárki is belegondol és akkor hirtelen ében tizen jelentkeztek a környékről és az első találkozások, amikor volt például ez a gerebjés történet is, ugye erről még fotó is, meg videó is van, és akkor, mondták a gyerekeknek, hogy na, akkor jönnek majd a, a bácsik, és akkor hozzák majd a palántákat, kijöttek a kerthez, és gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy ilyen összeveszés szinten ment, hogy akkor most ki fog ültetni, meg ki fog locsolni, de azért rendesen egy kicsit fegyelmet kellett tartani, hogy akkor jó gyerekek, mindenki fog ültetni, mindenki fog locsolni, és akkor majd mondjuk, hogy mikor, meg milyen menetben, meg kell tanítani nekik, hogy nyilván, hogy mozogjanak a kertben, az, hogy bemegyünk, és akkor visszafele nem taposunk ki mindent, ami már volt, hanem azért amerre bejöttünk, akkor úgy menjünk ki, de nagyon jeleztük a, az óvórióknek is, hogy hogy ne tartsák távol őket a kertől, mert nem azért van, hanem azért, mert akkor tessék gyomolni, tessék locsolgatni a növényeket, tehát hogy ez, ez épüljön be a mindennapokba, tehát ez ne ez ennyi legyen, mint egy osztálykirándulás, hogy ú, volt egy ültetés, tök jó, és akkor hónap, de hát hónap meg ugyanúgy munka fel kell nevelni, rá kell jönni arra, hogy ez milyen kértük, hogy csináljanak kis rajzzal, gyerekek megrajzolták, hogy milyen zöldség lesz majd, és lerajzolták a fotó, képét, oda tettük a paránta mellé, hogy akkor tudják, hogy ez a növény, ez a mert ugye még most nem látszik rajta, de majd ez, ez az lesz később. Aztán kölyközében lett 22 óvodánk, tehát szépen megugrott a létszám, és akkor utána az is stagnált is, tehát nem nagyon változott. Közben-közben voltak ilyen kis összejövetelek, hogy akkor lecsófőzés volt, akkor több parti volt, tehát vagy tökfaragás faragás volt, meg mindenféle ilyen móka. Ezek is nagyon szimpatikusak voltak, aztán közben azért figyeltük, hogy a, a, szülők azok mennyire nyílnak meg erre a dologra, hogy hát a gyerekeknek azért ez tetszik. Azért rájöttek szépen lassan. Illetve a másik, amit idén is próbálok nagyon megerősíteni, pont azért, hogy ugye ez az egész menza történet, ez egy kapja egy élet szagú képet, hogy ugye nagyon nehezen eszik a gyerekek a zöldséget. Tehát ez szinte olyan, egy, nem azt mondom, hogy közelharcot kell vívni vele, de ha nem ismerik meg, meg nem látják azt, hogy mégis ez, ez finom vagy jó, akkor nem lehet ők meg egyszerűen megetetni. És idén is volt már erre példa, de tavaly is, hogy az ovikert miatt szeretik a gyerekek a zöldséget, mert felnevelték, mert ápolták, mert gondozták, tudják, hogy mi honnan van. Most nem is az a legfontosabb, hogy ö, tényleg ez így, hogy a földből, és akkor a maga a lokális része, hogy ez, ez honnan, honnan jött, hanem egyszerűen a, 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 a kapcsolatuk megváltozott vele. Tehát egy kicsit természetesebbnek veszik azt, hogy, hogy ez azért van, az ugyanúgy, mint amikor anya a bolba, megveszi a kenyeret hazahozza, azért van, hogy meg kell enni. Na ezt mi meg felneveltük, locsolgattuk, ez azért van, hogy meg kell enni, és megeszik. Minden nélkül. Tehát sokan mondták, hogy egyszerűen nem is értik, mert a Pistike a, a legalsó csoportból utálta a tökfőzeléket, most meg úgy ette meg, mint a csokit teljes mértékben megváltozott a kapcsolatuk, és, és egy pillanatra se kellett győzködni, hogy de, de, meg kell lenni, mert, mert így, meg úgy, meg olyan szemben a, a popáj, meg egyéb ilyen kis sztorik, hanem, hanem, egyszerűen jobb volt hozzá a kapcsolatuk, és ez a másik szerintem benne lévő fegyver, hogy, hogy így lehet a gyerekekkel megszeretetni a zöldséget. Az utolsó kérdésem lehet, hogy kicsit kicsúszik már az időből, hiszen az idei ültetésnek nagyjából már vége van. Már már június van, és ilyenkor már nem nagyon ültetünk, bár még lehet a piacon kapni panántákat, úgyhogy még semmi nem késő. Persze. Hogyan lehet jelentkezni a programra? A program nagyon egyszerű, hiszen egyrészt el kell küldeni a nevünket, azt a kapcsolattartó szemét, aki ezt az egészet majd koordinálja az óvodában. Az e-mail cím ugye nyilván az adott lesz, ez az infokukac program.hu címre lehet jelentkezni, itt meg kell adni a, a, területnek a méretét, és nagyjából ennyi, egyébként több nem is nagyon szükséges, és utána van nyilván, amikor azt mondom, hogy elbíráljuk hogy a jövőre ugye bele tudunk majd kezdeni a kapcsolatba, akkor úgy is egyeztetünk, hogy mi a, mik azok a feladatok, amiket el kell végezni az ültetés előtt. Kon konkrétan itt az ásás, tehát ez az a terület, ami, ami arra szolgál, hogy itt lesz az ovikert, akkor azt ők tegyék előtte rendben, mert nekünk ebben ez nem fér bele az időbe, hiszen egy naponta ilyen három, négy, öt óvodát is ültetünk, ugye inkább a három, ami működik, mert a gyerekek ugye játszanak, meg esznek, meg alszanak, és utána már haza is mennek, és hát az, hogy bele kéne, hogy férjen ez a, ez a tevékenység. És nem minden ovi egymás szomszédságában van, tehát még utaznunk is kell. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon fontos az, hogy az a terület az elő legyen készítve. De egyébként nagyon egyszerű jelentkezés, ez tényleg egy e-mailt küldenek a legfontosabb adatokkal, és kész. Idén még van lehetőség újabb óvodák jelentkezésre, ültetésre, vagy már csak jövő évre koncentrálunk? Most már csak a jövő évre koncentrálunk, mert az idei év azt teljes mértékben már lefutottnak tekintjük. Még június 11-én lesznek a Pest megyei óvodáknak a, az ültetésre, azt odáig tudtuk csak kitolni, illetve a nyári szünet alatt pedig ugye meg kell szervezni marad az esőlánc nevezetű kis közösségi tevékenységet, aminek az a lényege, hogy vagy az óvónők, vagy a szülők, aki ráér, az be tudjon menni, és azért nyilvánvalóan a nyári szünet alatt is locsolni kell, amikor a gyerekek meg otthon vannak, hogy mikor visszajönnek, majd szeptemberre már legyen húsos paradicsom a kertben, és akkor lehessen nagyokat uzsonnázni. És nagyon jó itt vágyat kívánunk hozzá. Így van, így van, lehetőség szerint. Így van, lehet.